Mandátum című műsorsozat eme első adásában néhány nappal az európai parlamenti választások után arra kérem Szoboszlai Györgyöt, hogy értékelje az európai parlamenti választások elsősorban Magyarországra vonatkozó eredményeit. Ugye elsősorban európai parlamenti választásról beszélünk, de ennek a hazai politikai konzekvenciái legalább olyan fontosak, hogy hogyan alakulnak az erőviszonyok, amelyek kihatnak nyilván az uniós választási rendszer és a hosszabb távon a magyar viszonyokra is, tehát oda-vissza hatásról beszéltünk. Két oldalról közelíteném meg a kérdést. Egyfelől ugye a Fidesz várakozásai, azok nem teljesültek. Lehet hallani arról, hogy milyen mandátumszámot céloztak meg a Fidesz vezetői. Hát ez nem sikerült. Ugyanakkor nagyon jó eredményt értek el, hogyha megnézzük 2004-ig visszamenőleg a választási szerepléseket, akkor az 1.800.000 szavazat elég magas részvétel mellett, nagyfokú mobilizációs képesség mellett számottevőnek ítélhető. A másik oldalon viszont azt látjuk, hogy nagyon lényeges változások mentek végbe az ellenzéki oldalon. Az MSZP párbeszéd koalíció az előzetes vállalkozásoknál lényegesen rosszabbul szerepelt, ugye a közeli kutatások 10-12%-ot mértek, és ehhez képest 6,5% körül lesz alakul a végeredmény. A DK, a Demokratikus Koalíció elvitte az MSZP szavazóinak egy jó részét, és azzal, hogy egy új politikust vonultatott fel Dobrev Klára személyében, és olyan új programpontokkal markánsan jelent meg a közélemény elől, amelyek vonzóak voltak, áttörést hajtott végre. Az, ha az egész baloldal centrumot veszük, akkor az is egy előrelépés jelent százalékban mérve. Ugyanakkor a centrumban levő LMP nagymértékben meggyengült, egészen az eltűnés szélére került, ami azzal magyarázható, hogy az a politika, amely lavírozott az ellenzék és a Fidesz között, nem tudta eldönteni, hogy hova álljon, melyik oldalra álljon, és főképp az, hogy nem vett részt a parlamenti választásokon, az együttműködésben is, nagy részt az ő felelőssége a kétharmad. Ez megpecsételte a sorsát, legalábbis rövid távon. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznám, hogy ez egy pillanatfelvétel. A pártok innen kezdve alakulhatnak előre és vissza is. A lényeg az, hogy az európai képviseletünk, az ország európai képviselete az úgy alakul, hogy ott az ellenzékben a radikálisabb elemek jelennek meg, akárhol is csatlakozik a DK, akár a liberálisokhoz, akár a szocialistákhoz. Az érdekérvényesítő képességük jóval nagyobb lesz, mint eddig volt az európai parlamenti képviselőké. Hát röviden ebben foglalható össze a rezüméje ennek a választásnak. Igen, világos. A közvéleménykutatók előzetesen jól mérték a Fidesz támogatottságát, és az ellenzék össztámogatottságát is viszonylag jól mérték, azon belül azonban nagy mozgások voltak. Most már az adatok alapján meg tudjuk mondani, hogy honnan, hova vándoroltak a szavazók? Azt el lehet várni az ilyen listás választásoknál, hogy viszonylag pontosan mérjenek. Itt a pontatlanságok azzal magyarázhatók, hogy az utolsó pillanatig változtak a preferenciák, főképp azért, mert sokan nem tudták eldönteni, hogy a Jávor Benedek miatt az MSZP-PM szövetségre szavazzanak, vagy a markánsabb, az úgynevezett NER-rel szemben erőteljesebben fellépő DK-ra és Momentumra. Nem lehet csodákat várni a közeli kutatásoktól. Ugyanakkor azt lehet mondani, a kérdésre is válaszolva, hogy a DK mögött nyilvánvalóan megjelenik egy jó adag MSZP támogatottság. Ez a két párt egyébként is egy helyről indult, Gyurcsány az MSZP-ből vált ki, alapított egy új pártot, de a választói közönség az nagymértékben összeér. Most úgy ez a nagyon sokan az MSZP támogatói közül is, korábbi liberálisok, az SZDSZ, Szabad Demokraták Szövetsége támogatói közül, és a fővárosban itt jelentek meg. Hogy ez mennyire tartós, az nagyon nehéz megmondani. Még azt érdemes talán kiemelni, hogy az LMP egykori szavazói megjelentek vajon a Momentumnál, vagy a DK-nál is akár, erről vonatkozóak vannak? Erre nem ismerek felméréseket, de valószínűsíthető, hogy mind a két pártnál. De elsősorban a Momentumnál. Az egy figyelemre méltó jelenség, hogy az egyetemi ifjúság
a Momentumnál jelenik meg, de ugyanakkor nagyon érdekes, hogy Gyurcsány Ferencnek, mint politikusnak a népszerűsége is megjelent a fiatal közönségnél, adott esetben különösen a fiatal értelmiségnél, de sokkal tágabb környezetben is. Tehát átalakulóban van ez az ellenzéki oldal, ugyanakkor is azt meg kell mondani, hogy az ország eléggé kettészakadt politikailag, és a két kettészakadtság mellett a két fő hatalmi csoportosulás között nagy változások nem történtek. Világos, köszönjük szépen Szoboszlai Györgynek, hallgatóinkat pedig arra biztatjuk, hogy a e-műsor sorozat következő adásaiban is tartsanak velünk.